Egyetlen éjszaka alatt egy havi csapadék mennyiség hullott Vas megyében október elején. Árhullám vonult végig a kis vízfolyásokon és a Rábán. Üzembe kellett helyezni a Lukácsházi tározót. Árvízi szempontból mégsem mondható eseménydús évnek az idei. A tavasz szokatlanul száraz volt, a nyár és az ősz hozott több csapadékot. Az igazgatóság elvégezte a védművek felülvizsgálatát, állapotuk megfelelő. Szokásos kiértékelő értekezletüket idén a járványügyi előírásoknak megfelelően személyes jelenlét nélkül tartották meg. Az előírások szerinti fenntartási munkákat megpróbáltuk elvégezni. Ez némileg a pénzhiány miatt szűkebb körben sikerült csak, de jelenleg azt mondhatjuk, hogy a művek árvízi biztonsága az megvan, úgy az árvízvédelmi töltéseken, mint az árvíztározóinkon és záportározóinkon. Elmaradásaink azért a vízfolyás fenntartásokban vannak, illetve a felülvizsgálat, hogy azt is kimutatta, amit egyébként tudtunk, csak a helyszínen is tapasztaltunk, hogy több helyen még fejlesztési igények vannak, árvízvédelmi vonalon is, akár a töltésmagasítások, akár a műtárgyfelújítások. Befejezték a kaszálást a belterületi vízfolyások mentén. Az évi 2,5 milliós keret két nyírásra elegendő, ennyi a kötelező. Jelenleg cserjeírtást végeznek a közfoglalkoztatottak. Ez többségében kézi erős munkavégzést jelent. Terveinkben van jövő évben egy nagyobb fászáru növényzet kezelési program is, de ez a jövő évi költségvetés függvénye lesz majd. Folyik a 3,6 milliárd forint értékű árvízvédelmi fejlesztési program, Körmenden elkészült a Rába jobbparti töltésének magasítása, átépítik a Büdösár kizsilipet és a szivattyúházat. Szentgotthárdon a régi támfal helyett új vasbeton szerkezet létesül. A jövőre záruló projekt eredményeként mindkét település árvízi biztonsága nagyobb lesz.